Szerintem nagyon kevés van. Hát szerintem is kevés van. Kevés. Biztos drága. Az időjárás miatt is drága. Kevés és drága. Ilyet is tapasztaltak azok, akik a múlt héten a hajdúszoboszlói piacon akartak barackot vásárolni. Egy kicsit drágák, de finomak, most meg is kóstoltam. Elsősorban a fagykárok miatt még a tavainál is gyengébb termés várható. A tavalyi aszály, az idei fagy és az utána következő hűvös csapadékos idő meghatározták, hogy rendkívül kevés az idei termés, kis mennyiségű és a minőség sem biztos, hogy tökéletes lesz. Ha megnézzük ezeket a fákat, itt tavaly még volt úgymond termés, tavaly előtt pedig rendesen piroslottak a barackok, hát idén úgy kell keresgélni egy-két szemet. Ezeknek a fáknak a nagy része megérezte a tavalyi rendkívüli időjárást, de bizakodtunk, hogy ha idén jó lesz a tavasz és lesz csapadék, akkor lesz remény. Már a húsvéti fagyok megmutatták, hogy idén sem lesz egyszerűbb a helyzet, és utána a rendkívül hideg és csapadékos idő olyan betegségeknek kedvezett, amit nem lehetett megfogni, nem lehetett időben védekezni, virágzás után pedig már egyáltalán nem lehetett azokat a növényvédőszereket használni, tehát az idei év sem lesz egyszerűbb. Sajnos a fák nem lehet előre megjósolni, hogy hány évig bírják ki ezeket az extra nehéz körülményeket. Tavaly az évszázados aszály tizedelte az ültetvényeket, de nem csak az időjárási körülmények okolhatóak azért, amiért évről évre kevesebb a termés. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt 30 évben hetedére esett a barack termőterülete Magyarországon. Ez is érződik a hajdúszoboszlói piacon, akár csak a külföldi termékek jelenléte. És azért megnéztem, hogy ne olasz barack legyen, hanem magyar. Ez mind a kettő, az a sárga barack is és az őszi barack is. Tehát hazai árut vásárolunk hazai termelőtől. A piacokon jellemzően azok vásárolnak, akik vagy közvetlenül fogyasztják el a barackot, vagy elteszik lekvárnak, befőtnek. Kellendő lenne a sárga barack is, csak az meg kevés van. Keresik nagyon lekvárnak, csak sajnos kevés van. A minősége jó lenne, csak kéne több. A hazai barack szezonja alig néhány hét. Ennyi idő alatt kell helyt állni a magyar gyümölcsnek a Spanyolországból, Olaszországból érkező barackkal, ráadásul e két országban jóval tovább tart a szezon, így állandósult a magyar piacokon is a külföldi termés. Én nagyon preferálom a hazai termékeket, próbálok inkább hazai termelőktől vásárolni és őket támogatni. Jobban preferálom a nektarint, mint az őszi barackot, és hát most is azt vettem. A nektarinként ismert fajta magyarországi termőterülete a kajszi vagy őszi barackhoz képest is elenyésző. Őszi barackból több van, mint nektarinból. Nektarinból főleg a külföldi barack érhető el, vagy külföldi nektarin. Őszi barack az van gyönyörű, szép, friss és magyar. Bár abból is vannak olyan kollégák, akik a külföldit hozzák, mert az olcsóbb. Nem olyan finom, nem olyan szép, de olcsóbb. És sok vevőnek igenis most már számít az ár. Tavaly még nem számított meg az erőt, most meg számít. A mai őszi barackok a hazai, az 1200 és 1500 forint körül vannak. Nyilván extrákba felmennek 1800, akár 2000 forintos kilóárig. És ami ugye mérettől függően vannak, illetve az is számít, hogy fehér húsú vagy sárga húsú maga az őszi barack. Nektarinból viszonylag kevés van, ami magyar, és kis szeműek vannak a magyarban. Kelemen Péter, a Fruit Web magyar zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács ügyvezető igazgatója néhány napja úgy nyilatkozott, hogy a hazai kajszi és őszi barack termés idén az étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja kielégíteni.